Egészen Szegedről érkeztek oktatók, hogy a Fusz János Zeneiskola fiatal tehetségeit tanítsák egy hétig. A mesterkurzust nem először szervezték meg az intézményben. Ez egy mesterkurzus, ami a mai naptól kezdve péntekig tart. Két zongoratanár Szegedről érkezett, illetve egy fuvolatanár, valamint egy furuja és klarinét szakos tanár érkezett. A héten tanítják a gyerekeket, valamint a pénteki nap folyamán pedig egy zárókoncerttel fejezzük be. Ez már a hetedik alkalom, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk ettől, és annak is, hogy a pandémia sem szólt közbe, úgyhogy ezt idén is meg tudtuk rendezni, most már harmadik alkalommal így augusztus végén. Dr. Zsigmondné dr. Papéva, az egyik zongoratanárnő, valamint dr. Zsigmond Zoltán, ő a másik zongoratanárunk, dr. Szabó Norbert, ő tanítja a fuvolát, valamint Pólyák Éva pedig a szakgimnáziumnak a furuja és klarinét szakos tanára. Természetesen tehetséggondozásban részesítjük őket, így inkább azokat a gyermekeket szoktuk beválasztani, akik vagy zenei pálya előtt állnak, vagy egy kicsit a magasabb szinten űzik a hangszeren való tanulást, de általában hát inkább ilyen 12 év fölött szoktuk inkább. Hetedik évet ér vissza a házaspár, a zongora házaspár, Zoli és az Évi. A Norbi most azt hiszem negyedik alkalommal, és az Éva pedig az első alkalommal van nálunk. Tehát a furujás és klarinétos növendékek most mutathatják meg magukat első ízben. És akkor én azt mondanám, hogy egy töltet, feltöltődnek, lendület, könnyebben kezdik el talán az évet, sőt, akár a pályaorientáció felé is adhat egyfajta löketet nekik. Szerintem egy nagyon jó kezdése a tanévnek. Az igazgató azt mondja, nincs kizárva, hogy egy diák akár több alkalommal is részt vegyen a kurzuson. Vannak, akik már hetedik alkalommal csatlakoznak. Sőt, a Norbinán, a fuvolatanánál 4 éve visszatérő növendékek vannak. Van, aki most van először, valaki másodszor, harmadszor, de van, aki hetedik alkalommal már itt van. Most volt egy kis megnyitó koncert, és az óra beosztás után elkezdik a tanítást, és minden nap reggeltől délutánig tanítanak, beosztják a gyerekeket a mai nap folyamán, és ez minden nap ugyanabban az időpontban tanítják őket. Ezek nyílt órák, tehát a szülő is bemehet, akár mi kollégák is hospitálhatunk, tehát mi is feltöltöthetünk, kaphatunk új inspirációt, tehát teljesen nyílt, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon érdekes szerintem, hisz a szomszédvárosból, környezővárosból érkező kollégák is másfajta módszertani technikákkal találkozhatnak, tehát feltöltődés nekünk is. Kezdődik a tanév, igen, és hát nem lesz egyszerű, mert egyelőre még nincsen zongoratanárunk, úgyhogy ez még megoldásra vár. Juhász Dorina Szegeden folytatja Dr. Zsigmond Zoltánnál a pályafutását, úgyhogy őtől elköszöntünk, így a helyére kellene keresnünk zongoratanárt, úgyhogy most ez még egy nagy feladat, hogy megoldjuk ezt a problémát. Lesz egy Brass Vegas fuvolzenekari fesztivál most szeptember elején, az egy két-háromnapos fesztivál, ahova szeretettel várjuk természetesen a vendégeket, a nézőket. Hangszerbemutatóval indítanánk, meg egy kis pótbeiratkozásra, hogy el tudjuk kezdeni az évet, és még egy kicsit még fokozni a kedvet a gyerekeknek.